Bár a nyíregyházi női röplabda csapat már augusztus elején elkezdte a felkészülést, Hollósi László vezetőedző csak hétfőtől dolgozhat teljes kerettel. Visszatért a válogatottól Tóth Fruzsina, már korábban csatlakozott a csapathoz a portorikói Viktória Pilár és a bolgár Larista Vasiljava, 12-ként pedig a szlovák válogatott csapatkapitánya, a feladó Barbora Kosekova érkezett meg a Continental Arénába. Azáltal, hogy nem volt teljes még a keret, ugye kevesebb rendszergyakorlatot, illetve kevesebb taktikai hat-hat elleni gyakorlatot, csapatgyakorlatot tudtunk elvégezni. Úgyhogy nem is baj ez, mert én szeretek technikázni, úgyhogy nagyon sok technikai elemet gyakoroltunk, és amíg ezek nem állnak össze, addig felesleges is lett volna igazából komplexebben gondolkozni. De most már azért szeptember elején vagyunk, még durván egy olyan 5-6 hét van a bajnokság kezdetéig, úgyhogy most már össze kell rakni ezeket az elemeket. Úgyhogy pont időben érkeztek, és most már tényleg arra tudjuk fektetni a hangsúlyt, hogy a játékosok minél jobban összecsiszolódjanak, és az általunk elképzelt taktikát minél jobban magukévá tegyék. A nyíregyháziak csütörtökön a csehországi Olomoucba utaznak, ahol egy 8 csapatos nemzetközi tornán lépnek majd pályára. Olomouc ugye tavaly a cseh bajnok volt, és megnyerték a Mevzaligát is, úgyhogy én mindenképp úgy gondolom, hogy egy nagyon erős tornára megyünk. Lengyel, cseh, illetve magyar csapatok részvételével 3 napos. Igazából nem az eredmény a legfontosabb, mert nyilván mindig úgy megyünk, hogy mindig a legtöbbet szeretnénk kihozni magunkból, de a legfontosabb tényleg az, hogy különböző állásokban, illetve különböző variációkban játszunk, és egy teljes képet kapjak minden játékosra, hiszen még ugye az új játékosokkal még az ismerkedési fázisba tartunk. Ez évben saját tornát nem rendez a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese egyetlen hazai felkészülési meccsét az MTK Budapest ellen játssza szeptember 21-én az Újfehértói Sportcsarnokban.